Üdvözlöm a GameStar TV nézőjét, a mai napok. Így van, sziasztok! Ezt a Wi-Fi-s Galaxy S modellt fogjuk bemutatni, ami igazából az iPod Touch-nak próbál konkurenciát állítani. Vagyis nem ő, hanem a Samsung ezzel a termékkel. Tibi, te erről mit gondolsz? Igen, hát alapvetően én, mint Mac fan, azt tudom mondani, hogy az iPod Touch önmagával egy ilyen vicces darab, ha meggondolja az ember, hogy most az amúgy is nem is tudom, egyszerű, illetve a profi telefonokkal kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy minek az ember zsebében telefon, okostelefon mellé egy másik okostelefon, ami már igazából nem is telefon, hanem csak egy MP3 lejátszó. Nyilvánvalóan az ár játszhatott szerepet abban, hogy az ember vegyen egy iPhone-szerű media player-t jóval olcsóbban, és egy Nokia, nem is tudom, 6x10-est telefonálni. Gyakorlatilag ettől függetlenül érdekes módon megy az iPod Touch eladás, ebből kifolyólag gondolhatta azt a Samsung, hogy szüksége van egy ilyennek is. Egyébként volt ennek egy előkészüléke már, a Wi-Fi 5-ös, az egy ping-pong ütő volt gyakorlatilag MP3 lejátszó tulajdonságokkal, ekkora kijelző, irgalmatlan méretű volt. Az még jobb volt, mert akkor aztán tényleg nem kérdezett el semmi más emelé, csak egy ekkora panaszai telefont. Ez megint egy ilyen készülék, tudja az MP3-at. Mindent lejátszik az égvilágon, lehet leinterteltezni, és hova mit kell környéken. Egyébként. Igen, és ezért igazából a lényeg ennek az, hogyha van egy okostelefon, amiről tudsz wifi-t kilőni, akkor már ezt is tudod használni wifi-n, tehát gyakorlatilag mindenképpen okostelefon kell, mert tud használni rendesen az utcán, ami azt jelenti, hogy úgy tudom elképzelni, hogy ennek a hátra összeszigetelő szargozni egy okostelefont, és akkor már csak forgatni kell, hogy dupla képernyő. A tárhelyéről szerintem 8 megabajt. Ez talán egy indokolható dolog lehet. De azt mondanám, hogy nem feltétlenül, mert hogyha telepakolod zenével, meg emellett ugye jár hozzá pár e-sport, e-s játék is, például a FIFA, meg a Need for Speed, azok darabja körülbelül 1,5 gigát tölt le. Úgyhogy amellé egy ilyen 16 giga nem ártana. Nyilván bővíthető SD kártyával, ez pluszpont. Mint minden más gyakorlatilag, a kávévezetől kezdve a kilítóig manapság egyébként. Viszont egy olyan konstrukció, ha valaki már előfizetett egy Vodafone Smartra 2 éves hűségszerződéssel, és ennyien van, akkor lehet, hogy ez egy jó kérdéstől lenne amellé a készülék mellé. Egyébként nem nagyon tudok elképzelni más felhasználási lehetőséget. Egyébként a külső elég megtévesztő tud lenni, hogy ez a fehér burkolat, a műanyag hátlap eléggé hajaz az S3-ra, hogyha nagyon messziről nézzük. Igen. Úgy nem rossz maga, szerintem elég. Pofás darab, mondjuk a kamera itt is sántít, mindössze 2 megapixeles. Sárga kamera van benne. Igen. Villanó nélkül a képek minősége. Mondjuk azt, hogy nem túl jó. Jó, az árát azt... 44 000 forint körül mozog. Igazából összefoglalva az egészet, alapvetően megtérülős dolog lehet, mert nem egy drága darab, minden tudom, amit az embernek, szüksége van telefonáson kívül. Alapvetően a koncepciót kérdőjeleznénk csak meg, hogy egyáltalán szükség van egy ilyen termékre, hogyha van, akkor ez egy viszonylag jó képviselője ennek a fajnak, véleményem szerint.